Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Máté Evangéliumának 16. fejezetéből a következő igeverssel. Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Az egyházi esztendő folyton ismétlődő sorában, bőjt időszakában vagyunk, annak a felkészülési és bűnbánati időszaknak a során, amelynek a végén emlékezzünk Jézus Krisztus az életünk megváltásáért bekövetkezett kereszthalálára nagypénteken, majd pedig a rákövetkező harmadnapon a valódi győzelmet, a halálból való dicsőséges feltámadást ünnepeljük húsvétkor. Ismerjük a nagy heti események történetét. Minden évben, nagy pénteken a gyülekezetben is pasi olvasást szoktunk tartani. Az evangéliumok alapján elhangzik Jézus szenvedés története. Tavaly már a koronavírus miatt az otthonainkból felvett kis videókból összeállított felolvasást láthattunk az interneten, amely a statisztika szerint több mint ezer megtekintést produkált. Sokan hallották a passió történetét, és nem csak emiatt a kis gyülekezeti videó miatt, hanem az elmúlt 2000 évben beszéltek róla, írtak róla, megfestették, megzenésítették, megmozgatta íróknak és filmrendezőknek a fantáziáját. Gottan mondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb hatástörténetű esemény sorozata nagy hét, Krisztus szenvedés története. És volt egy tucatnyi ember, akik nem a számtalan leírás és feldolgozás valamelyikéből értesültek arról, hogy Jézussal mi történt, hogy hogyan hajtotta végre az emberiség megváltását, hanem maga a Mester mondta el nekik, ráadásul még az események megtörténte előtt. Előre készülhettek, hogy ne érje váratlanul a hitüket, a bizalmukat, a a teljes életüket az, amikor majd beteljesítik mindaz, amit Krisztus háromszor is a tudtukra adott. Mi sokszor nem halljuk meg az Úr Jézusnak azt a fél mondatát sem, amivel tudtunkra akarja adni az ő tervét, el akarja mondani nekünk, hogy minden nehézség ellenére biztonságban vagyunk, mi is az Atya megváltott gyermekei lehetünk, de sajnos ez sokszor elsiklik a fülünk mellett. Ami menjen, atyánk azonban nem ilyen. Neki nem siklanak el a füle mellett a mi mondataink, sem azok, amelyekben megvalljuk a hitünket, sem azok, amelyek a gyengeségeinkről árulkodnak. A Bőti Zsoltár legyen a biztonságunk, amelyben megnyugodhatunk, segítségül hív, és én meghallgatom. Amen.